Sipos József álma valóra vált. A Lecsó Fesztivál atya kezdetekkor azt vizionálta, hogy eljön majd az idő, amikor a székesfehérvári vígasság az ország egyik legnagyobb gasztró találkozója lesz. 15 esztendő múltán elmondhatjuk, így történt. Idén is bebizonyosodott, hogy a Lecsóhoz gondolat is kell, hiszen egy ilyen találkozón a füst szőtte világban dalcsokrokkal Bogrács közelben közelíthetünk egymáshoz, mert a Lecsó mindenkié. Idén 400 csapat mérettette meg magát, és a bográcsokban rotyogó finomságok több mint 10 000 embert csaltak ki a szeptemberi napsütésbe. Sipos József valahonnan most lát minket, akkor azt hiszem, hogy örül a szíve lelke, és nem akármit hoztak létre. Most már egy gyönyörű hagyomány, az egyik legnagyobb gasztrofesztivál az egész országban. Most is több száz csapat, sok-sok ezer ember, gyönyörű idő, jó szórakozás, sok mosoly, jó beszélgetések. Ez a Lecsó Fesztivál. Az Európában 50 ország részvételével megrendezett kulturális örökség napjainak célja, hogy a kultúra, a művelődés és épített környezetünk értékeire irányítsa a figyelmet. Ez alkalomból évről évre olyan épületek nyílnak meg a nagy közönség előtt, amelyek a hétköznapokban nem, vagy csak ritkán látogathatók. A rendezvénysorozat keretében szeptember 21-e és 22-e között így Székesfehérváron be lehetett tekinteni a szerb ortodox templomba, be lehetett járni a városházát polgármesteri vezetéssel egy körséta során, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Fehérvár megyei levéltára is csatlakozott az eseményhez. Székesfehérvár belvárosában gyakorlatilag a szívében helyezkedik el, így gyakorlatilag kötelességünknek érezzük, hogy bemutassuk ezt az épületet, illetve megismertessük a látogatókat azokkal a kutatási eredményekkel, amiket a műemléképület kapcsán már sikerült feltárnunk. Tehát nagyon komoly történelemmel bír, és a város életében is gyakorlatilag a 1800-as évek közepétől meghatározó épületről beszélünk. Idestova 40 esztendeje, hogy elindult a Videoton labdarúgó együttesének legendás menetelése az UEFA kupában. Kovács Ferenc a felejthetetlen mester már az előző bronzéremmel zárt bajnokságot követően magasra tette a mércét, s mint kiderült, igaza lett. A piros-kékek számára felejthetetlen sikereket hozott a sorozat, hiszen sorrendben a csehszlovák Dukla Prága, a francia Paris Saint-Germain, a jugoszláv Partizan Belgrád, az angol Manchester United, a jugoszláv Zsejezdicár Szarajevo együtteseit kiejtve jutott el az UEFA kupa döntőjéig, ahol ugyan a spanyol Real Madriddal szemben alul maradtak, de így is soha nem látott sikert arattak, amellyel örökre beírták magukat a honi futball történelmébe. 4 évtized után pénteken este kicsit megőszülve, de ugyanolyan mentalitással találkozhattunk velük, mint a sikerek idején. A találkozón az UEFA kupa hősei mellett természetesen megjelent és együtt ünnepeltek az 1976-os bajnoki ezüstérmes együttes tagjai, a csapat sikeréért tevékenykedő egykori munkatársak, a családtagok és törzs szurkolók is. Együtt emlékeztek mindarra, ami mára legendává nemesült. Ünnepelni jöttünk, hogy ezt a csodálatos időszakot, amit átéltünk a szurkolókkal együtt. Azt gondolom, hogy ezt meg kell ünnepelni, nem kell tovább menni most. És visszaemlékezni arra az időszakra, megállni egy pillanatra, ami olyan gyorsan elrepült ez a 40 év. És már az igazán aktuálissá vált, hogy üljünk le, álljunk meg, és emlékezzünk vissza azokra az időszakokra, szép pillanatokra, amit ezelőtt 40 évvel a szurkolókkal együtt átéltünk. Idén is együtt böndörödtek a maroshegyiek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárnál szombaton. A 16. alkalommal megrendezett maroshegyi böndörödő szüreti mulatságon ezúttal is színes programokkal és családias hangulattal várták a városrész lakóit. A hagyománnyá vált esemény azt idézi fel, hogy régen ezt a területet nagy szőlőföldek környékezték, így minden évben fontos alkalom volt a szüret időszaka. Sok szőlő eltűnt, de mivel volt egy ilyen hagyomány a városrésznek, ezt a hagyományt szerettem volna egy közösségi rendezvény formájában újraéleszteni annak idején, mert hogy én voltam az ötletadó gazda. Akkor Adorján Viktor volt a Gárdonyi Művelődési Ház igazgatója, és az Adorján Viktor fejéből
röppent föl ez az ötlet, ez a gondolat, hogy ahogy pöndörödik a szőlőnek a levele, ebből találta ki azt, hogy akkor nem pöndörödő lesz, hanem böndörödő.